Nem csak a nyíregyházi dobóatléták tölthettek két hetet a Magyar Szövetség által szervezett tenerifei edzőtáborban, hanem Bakosi Péter, igaz, egy másik csoport tagjaként is élvezhette a meleg égővi edzőtábor előnyeit. Az idehaza fél évtizede egyeduralkodónak számító magasugró az általa sikertelennek ítélt belgrádi feredpályás Európa-bajnokságot követően már a szabadtéri szezon alapjait rakta le a Kanári-szigeteken. Kőkemény edzőtáboron vagyok túl, ugye napi két edzéssel, amellett egy edzés 3 óra volt. Sajnos annyira fárasztó volt, hogy erőm sem volt lemenni az óceánhoz fürdeni, szóval abból állt az edzés, visszamenni, pihenni, enni, edzés, visszamenni, pihenni, enni. Én úgy érzem most, hogy eddig még nem voltam ilyen erős, nagyon keményen mozogtam kint, egyéniket emeltem kint, úgyhogy azt hiszem, hogy erőlétem szempontjából elég erős vagyok, 2 kiló jött rám, úgyhogy ezt majd el kell kezdenem szépen majd fogyasztani. Péter edző édesapja, Bakosi Béla szerint az edzőtáborban elvégzett munkára lehet építeni az előttük álló szezonban, amelyben a londoni világbajnokság kiküldetési szintjének számító 230 cm teljesítését tűzték ki célként. Én nem tudtam kiutazni a tenerifei edzőtáborba, de megkértem kollégámat Szabó Dezsőt, aki elvállalta Péter felügyeletét, úgyhogy minden rendben ment, én megírtam az edzéstervet, ott egy kicsit összefésülték az ő tanítványaival, és itt szerintem minden, ahogy én az információkat kaptam, minden rendben ment. Én úgy látom, hogy Péter elvégezte, sőt többet végzett, mint amit gondoltam. Nagyon jó fizikai állapotban látszik, hogy erős, egy olyan 2 kiló izom rá is jött, amit majd végül is a versenyidőszakra azt valamilyen módon majd vissza kell vinni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy eredményes volt ez az edzőtábor. A jövő héten a Magyar Atlétikai Szövetség edzőtábor tart az ugrószakák válogatott kerettag versenyzői számára. Bakosi Béla, Bakosi Péter és Leveleki Bence meghívottként lesz ott Tatabányán, mellettük Buzga Zoltán, Balogh-Csengi és Zajász Petra utazik még Nyíregyházáról az edzőtáborba. Péter május elejétől Németországban csiszolja majd formáját, ott is indul első szabadtéri versenyén, majd idehaza elsőként május végén az egyetemi bajnokságon áll rajtod a 23 éves magasugró.